Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az ez évi 2014-es világi manapi alkalmunkon is. Hadd mondjak egy pár szót azoknak, akik újak közöttünk, és nem is nagyon tudják, és ismerik azt, hogy miről is van itt tulajdonképpen szó. Az ökumenikus világ imanap történetei már több évszázados. Kezdetek az 1870-es évekre nyúlnak vissza, és az a nagyszerű ebben a mozgalomban, hogy nem halt el az érdeklődés, sőt évről évre az a tapasztalat nem csak hazánkban, hanem a világ más országaiban is, hogy egyre többen vesznek részt ezeken az alkalmakon. Egyre fiatalabb generáció veszi át a stafétabotot, és szervezi meg a világ több mint 170 országa számára ezt az imanapi alkalmat. Azt írták ebben a kis füzetben, amit mindig megkapunk, és a szórólapunkban is, hogy idézem. Ebből is látható, hogy nem csupán emberi szándék, de Isten áldása is kíséri ezt a másfél százada indult kezdeményezést. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy minden évben kiválasztanak egy országot. Az idei évben ez Egyiptom. Ez az ország bemutatja magát, az ő nehézségeit, problémáit, mivel küzdenek ott társadalmi, szociális szinten és egyházi szinten is. Ezt megosztják világszerte, és arra kérik ilyenkor a keresztény nőket, hogy egy napon, egy időpontban imádkozzanak értük az ő kereszténységükért, egyházukért, hitük megéléséért. A persei pénzt pedig, ami ilyenkor összeszokott gyűlni, azt az ökumenikus tanácsnak szoktuk elküldeni, ők pedig ezt ennek az országnak begyűjtik, és továbbadják. Az idei év persei pénzét tehát Egyiptom kapja meg, mégpedig a keresztény nők továbbképzésére, továbbtanulására fog ez az összeg menni. Hát én nagyon bízok abban, hogy évről évre megismerünk egy másfajta kultúrát, egy másfajta országot, és ez egy kicsit tágítja a mi világnézetünket, olyan szempontból is, hogy egy kicsit kilépünk a saját kereteinkből, és meglátjuk azt, hogy a világ másik felén hogyan élik meg a keresztény nők az ő hitüket, mivel kell nekik szembenézni, és amit el szoktam mindig mondani, hogyha azt látjuk, hogy nekik valamilyen szinten nehezebb, akkor az mindenképpen hálára kell, hogy okot adjon nekünk. Hálásak lehetünk azért, hogy mi szabadon megélhetjük a hitünket, vagy nőként nem helyeznek bennünket hátrányba, és sorolhatnám még. Kezdjük énektanulással ezt az alkalmunkat. Hoztunk egy olyan éneket, amit emlékeim szerint ismerünk, és hoztunk egy olyan éneket, amit emlékeim szerint nem ismerünk. A hálát adok, Uram, az életért, ezt ismerjük. Ki az, aki ismeri? Tegye fel a kezét. Aki meg netán nem ismerné, akkor azt megtanul. Hálát adok, Uram, az életért. Rólad szengi neked egy bölcsadé. Dicső neved, te vagy a végtelen nagy szeretet. Kegyelmed ma ingyen adod, Uram, én mindenért hálát.
És a másik énekünk, az egy ifjúsági ének, méghozzá a Csillagpont 2005-ös Csillagpontnak az egyik díjazott éneke. Úgy kezdődik ez az ének, hogy csak benned nyugszik meg szívem. Szerintem ezt nem nagyon ismerjük, de azért megkérdezem, hogy van-e olyan, aki netán mégis hallotta már ezt az éneket. Nincs olyan. Jó, mert ezt az éneket meg akartuk tanítani. Hát szeretnénk gazdagítani mindenkit ezzel az énekkel. Megmutatjuk az első verszakát, jó? Csak benned nyugszik meg szívem, csak benned nem félek imád, csak benned rejtőzöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kősziklám. Nagyon szép ének, érdemes megtanulni. Jó, mutatjuk még egyszer, és akkor lehet próbálkozni. Csak benned nyugszik meg szívem, csak benned nem félek már, csak benned rejtőzöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kősziklám. És ugyanígy néz ki a második, harmadik verszak is. Akkor próbáljuk meg újra előről, és tegyük hozzá a második, harmadik verszakot is. Csak benned nyugszik meg szívem, csak benned nem félek már, csak benned rejtőzöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kősziklám. Csak tőled kaphatok gyógyulást, csak tőled remélek jót, csak tőled nyerek feloldozást, mert Jézus, te vagy megváltó. Csak érted, keresztem felveszem, csak érted, mozdul szívem, csak érted, teheim vállalom, mert nálad van mind Jézusom. Fogjuk még ezt az éneket majd énekelni, ismételni. Most pedig, ahogy ezen a világi manapon általában lenni szokott, ismerkedjünk meg ezzel az országgal, Egyiptommal. Áldás békességet, én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Azért álltam egy kicsit takarásba, mert közben itt a számítógépet rendeznem kell. Hát ahogyan hallottuk, Egyiptomot szeretném egy picit bemutatni. Egyiptomról azért elég sokat szoktunk hallani, többek között a Bibliában is. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy Izrael népe nagyon sokáig élt Egyiptomban, fogságban is voltak ott, sőt magában ugye a 10 parancsolatban is benne van Egyiptomnak a neve, amikor ugye azt mondja az Úr, hogy én kihoztalak téged, én vagyok az, aki kihoztalak téged Egyiptomnak a földjéről, a szolgaság házából. Tehát ott is megjelenik, sőt az Új Szövetségben is megjelenik Egyiptom, mert tudjuk azt, hogy a Szent Család, ugye az Úr Jézus, Mária és József, amikor menekülni kényszerültek Heródes elől, akkor bizony Egyiptomba menekültek. Erről még fogok majd néhány szót mondani. Tehát Egyiptom sokszor megjelenik. És Egyiptom azért is fontos a keresztény emberek számára, mert Egyiptomban nagyon hamar elterjedt a kereszténység. Na de milyen is ez az ország? Amit ugye Egyiptomról tudhatunk, Egyiptomnak arabul a neve, az Misrú, vagy ahogy magyarul szoktuk mondani, a teljes név, az Egyiptomi Arab Köztársaság. Tehát ez a teljes neve Egyiptomnak. Milyen a vallási felekezeti feloszlása? Egyiptomban nagyon sok a muszlim vallású ember, az ország lakosainak
valamivel kevesebb, mint a 88%-a. Tehát ők vannak jelentős többségben, és mellettük vannak még a keresztjének, ugye ez 12%, ők oszlanak fel, van ugye a kopt kereszténység, aztán van még néhány százalék katolikus kereszténység, és bizony vannak evangélikusok is, tehát protestáns keresztények is vannak Egyiptomban, de a jelentős az a kopt kereszténység. Egyiptom, hát ha már Egyiptom, akkor Nílus. Tudjuk azt, hogy Egyiptomban az emberek többnyire, sőt, majdhogy nem teljesen a Nílus mentén élnek, ugyanis máshol nem tudnának megélni. Egyiptomban az éltető vizet, az tulajdonképpen a Nílus adja az emberek számára, ott tudnak növényeket termeszteni, ahol a Nílus van. Ugyanis sajnos Egyiptomról elmondható, és lehet, hogy majd hallani fogjuk a prédikációban is, hogy Egyiptomban nagyon-nagyon kevés egyébként a víz. Nagyon kevés a csapadék. A vezetékes vízhálózat csak a nagyobb városokban van kiépítve, és ott is csak a nagyobb városoknak egy bizonyos területén. A szegény emberek nagyon nehezen jutnak vízhez Egyiptomban, és erről is fogok még egy kicsit beszélni. Tehát a Nílus az, ami nagyon fontos az ő számukra. Fontos nekik azért, mert ott tudnak növényeket termeszteni, fontos azért, mert onnan tudnak tulajdonképpen éltető vizet venni ezek az emberek. Az ország más részein, ahol, ami ugye sivatagos, ami nem a Nílus mentén van, ott nem is nagyon tudnak ők megélni. Tehát az a több millió ember, aki Egyiptomban él, az a Nílus mentén csoportosul. Ha már ugye keresztények vagyunk együtt, milyen az egyiptomi egyház, hogyan is alakult ez meg? Egyiptom Krisztus előtt 27-ben vált a Római Birodalom részévé, és ezt a keresztény egyházat, ezt Márk evangélistának tulajdonítjuk, hogy ő alapította. Ő volt az, aki eljutott ide Egyiptomba, és ő volt az, aki az evangéliumot legelőször elhozta. Tehát az a Márk, aki ugye megírta Márk evangéliumát, ő vitte el ugyanezt az evangéliumot legelőször ebbe az országba. Aztán majd azok kezdték el jobban terjeszteni, akik ott voltak Jeruzsálemben az első pünköstkor. És ugye tudjuk azt, hogy a Szentlélek kitöltetése után mindenki, azok az emberek, akik a különböző országokból érkeztek oda Jeruzsálembe, a saját nyelvükön hallották Pétert prédikálni. Hiába Péter tulajdonképpen csak egy nyelven beszélt egyszerre, de a Szentléleknek hála mindenki megértette ezt az ige hirdetést, ezt a prédikációt, és ők elvitték ezt, hazavitték Egyiptomba, és ott kezdték el terjeszteni. Ez az Abu Serga, nem tudom őszintén, hogy kell kiejteni. Ez egy érdekes templom, mégpedig azért, mert a hagyomány úgy tartja, hogy ez a templom annak a háznak a helyén épült, ahol az Úr Jézus, József és Mária addig éltek, amíg ők menekülni kényszerültek itt Egyiptomban. Tehát amíg Heródes elől menekültek, ők állítólag itt éltek ennek a templomnak a helyén. Tehát az Úr Jézus gyerekkori lába nyomát őrzi ez a templom, és ide építették fel ezt a templomot. Tehát ez egy keresztény templom. Aztán, ahogyan szerte az egész Római Birodalomban, úgy Egyiptomban is, a római időszakban elkezdték üldözni a keresztényeket. Ugye a Római Birodalom kezdetben nem nagyon tűrte meg a keresztényeket a saját határain belül, ezért nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve. A legvéresebb üldöztetést az Diokléciánus császár idején, Krisztus után 284-ben szenvedték el, ekkor nagyon-nagyon sokan haltak mártír halált az ő hitükért, és innen is számítják ők Krisztus után 284-ből az ő egyházi naptárukat. Ezt nevezik mártírok napjának, itt az egyik napot ebben az évben, és innentől kezdve van az ő időszámításuk. Tehát ők 284 évvel egy kicsit még mögöttünk járnak, mert ők később kezdték el az időszámítást. Aztán ugye Krisztus után 313-ban, amikor Nagy Konstantin a milánói rendeletben elrendelte azt, hogy a kereszténység az bizony szabad vallás, gyakorlás lehet, és innentől kezdve nem volt szabad üldözni a keresztényeket. Ekkor Egyiptomban a kereszténységet hivatalos vallássá tette, és ez lett a kopt kereszténység. A kopt egyébként azt jelenti, hogy egyiptomi. Tehát ezt jelenti maga a szó, egy görög eredetű szóból ered. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kopt kereszténység, akkor konkrétan azt mondjuk, hogy az egyiptomi kereszténység. Tehát innentől kezdve lehetett nekik szabad, illetve hivatalos vallásgyakorlás a kereszténység. De ugye mondtam azt, hogy az ország lakosainak ma körülbelül a 88%-a iszlám. Na, milyen hatással vannak ők a keresztényekre?
Krisztus után 641-ben kellett választani az egyiptomi embereknek tulajdonképpen a közül, hogy Krisztust követik, vagy pedig ugye Mohamed prófétát, az iszlám prófétát fogják követni. Nagyon sokan ekkor valamiért Mohamed mögött tették le a voksukat, vagy mellett tették le a voksukat. Viszont tudjuk azt, hogy ebben az időben az iszlám vallásúak nem ölték ugyan a keresztényeket. Tehát erőszakos fellépés nem volt a keresztények ellen, de mindent elkövettek azért, hogy a keresztényeknek egy kicsit nehezebb legyen a dolguk. Ez azt jelentette például, hogy az adózásban sokkal nagyobb adókat vetettek ki valakire, csak azért, mert ő keresztény volt és nem iszlám vallású. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt a keresztények számára. Egyébként ezt a nehézséget ezt mai napig is őrzik, majd fogjuk látni, hogy miért. Az iszlám ma milyen hatást gyakorol az ott élő keresztényekre? Itt egy ünnepnek a képét látjuk, egy iszlám ünnepnek, mégpedig, ha jól sejtem, akkor Mohamed prófétának a születésnapját ünneplik, és ez annyira nagy állami ünnep, és annyira elterjedt, és annyira része tulajdonképpen az ott élő embereknek, hogy természetesen ez a keresztények életére is hatással van. Tehát tulajdonképpen ha akarja, ha nem, meg kell, hogy ünnepelje Mohamednek a születésnapját és az egyéb iszlám ünnepeket, mert rá van kényszerítve. Tehát akkor nem tudom, boltok zárva, munkahelyek bezárva, tehát emiatt tulajdonképpen rájuk is hatással van. Egyébként viszont az iszlámnak ma az a jellemzője itt Egyiptomban, hogy azt mondják, hogy élni és élni hagyni. Tehát nem nagyon direktbe, nem nagyon bántják ők a keresztényeket, egész egyszerűen csak nem segítik őket, illetve ilyen indirekt módon próbálják őket egy kicsit akadályozni abban, hogy a hitüket megéljék. Milyen a kopt egyház ma? Ugye, ahogyan mondtam, Egyiptom lakosainak a 12%-a ilyen kopt keresztjén. Első pátriárkája az maga Márk volt, ahogyan mondtam. Ugye a pátriárka az nagyjából egyezik azzal, amit pápának szoktunk mondani, ugye, tehát a legmagasabb egyházi vezető. A mai, a mostani pátriárka az a 118. második Tavadrosz, az alexandriai pápa. Tehát ha van az a vicc, amikor ugye úgy kezdődik, hogy két pápa találkozik, és ugye erre szokták mondani, hogy ez lehetetlen, hiszen egyszerre csak egy pápa van, hát igazából találkozhat két pápa, mert ugye a római és az alexandriai az találkozhat egymással, csak őket pátriárkának szoktuk nevezni. Ő a mostani egyházi vezetője a kopt kereszténységnek, tehát ő a második Tavadrosz pátriárka. Egyébként ő nagyon sokat küzd azért, hogy az ottani keresztények legyenek akármilyen felekezetűek, tehát legyenek kopt keresztények, vagy katolikusok, vagy protestánsok, de együtt közösen szolgáljanak. Tehát ő tulajdonképpen az ökumenikus mozgalomért nagyon sokat tesz, és ezért nagyon hálásak neki az ottani olyan keresztények, akik nem tagjai a kopt kereszténységnek, de segíti őket. Mit tud tenni a keresztény egyház Egyiptomban? A keresztény egyház például az iskoláztatásban tud nagyon sokat segíteni. Az az érdekes, hogy a mai állami vezetőnek, talán miniszterelnöknek hívják ott is, a gyermeke is egy ilyen iskolába jár. Tehát nem iszlám iskolába, hanem egy keresztény iskolába jár. Az oktatás. Tudnak tenni azért, és nagyon magas színvonalon egyébként, hogy a gyerekek egy kicsit jobb minőségű életet élhessenek, mint esetleg az ő szüleik, vagy akár korábban a nagyszüleik, mert azt tudni kell Egyiptomról, hogy nagyon nagy a mélyszegénység. Óriási különbségek vannak, ha már a vízről beszéltem. A víz egyenlőtlen eloszlása. Ugye mondtam azt, hogy például a kis falvakban nincsen vezetékes vízhálózat. Majd mutatni fogok képeket, amikor a nők vízért járnak le a folyókhoz, és ugye a fejükön, korsókban viszik el a vizet, ezt tisztítják meg valamilyen módon, illetve hogy a folyókban mosnak. Míg vannak olyan rétegek, olyan társadalmi rétegek Egyiptomban, akik ugye például Kairónak az új negyedében, vagy a gazdag negyedében élnek, ahol pedig úszómedencéket töltenek fel ugyanezzel a vízzel. Tehát nagyon egyenlőtlen a víznek az eloszlása, és az oktatás, a keresztény oktatás például abban tud segíteni, hogy ezek a gyerekek kiussanak ebből a nyomorból, azzal, hogy ők tanulnak, azzal már más lehet a munka lehetőségük, és így egy újabb, másfajta életet tudnak majd esetleg a későbbiekben maguknak biztosítani. Aztán nagyon sokat tesz a keresztény egyház azért, hogy a nők helyzete egy kicsit normalizálódjon Egyiptomban. Mert hogy milyen ott a nők helyzete?
Az ókori egyiptomi nők, ők nem voltak alacsonyabb rendűek, mint a férfiak. Ugye mondhatnánk, vagy említhetnénk a jelentős női uralkodókat, például ugye Kleopátrát, aki ugye nagyon nagy dolgokat cselekedett ott Egyiptomban, tehát még uralkodójuk is lehetett nő. Tehát abban az időben nem nézték le a nőket, ők is ugyanolyan társadalmi rangsorban voltak, mint a férfiak. Igen ám, de később, főleg amikor elkezdett ugye az iszlám terjedni Egyiptomban, hogy az iszlám vallás szerint elvárták azt, hogy a nők lefátyolozzák az arcukat. Biztosan láttunk már filmekben, vagy híradóban, vagy akárhol, amikor ugye arab országokban a nők csak és kizárólag úgy mehetnek ki az utcára, hogy le vannak fátyolozva, illetve nagyon függnek először az apjuktól, később a férjüktől. Tehát majdhogy nem eljutnak sokszor odáig is, hogy tulajdonképpen tárgyként kezdik el tekinteni a nőket, adják, veszik őket, és sokszor ez is előfordul a párválasztáskor is, hogy a hölgynek nem sok beleszólása van abban, hogy ő kinek lesz a felesége. Apuci eldönti, meg a vőlegény apucia eldönti, és akkor az lesz a párja, akit kiválasztanak neki. Tehát sajnos manapság már sokkal nagyobb elnyomásban vannak a nők, mint régen. Ugye a görög-római időkben is alsóbbrendűek voltak a férfiaknál. Kereszténység elterjedésével ugye először javult egy kicsit a helyzetük. Igen ám, de itt látunk ugye egy ilyen hölgyet. 1967-ben volt Egyiptomnak egy vesztes háborúja Izraellel. És ekkor az arab nacionalizmus nagyon elkezdett teret hódítani ott Egyiptomban, és éppen ezért nem engedték a hölgyeknek azt, hogy ők levegyék ezt a csadort magukról. Itt látjuk azt ezen a képen, nem tudom mennyire látszik, hogy a hölgy egyrészt nagyon régi módi, mert tetőtől talpig csadorban van, másrészt nagyon halad a korra, mert hogy mobiltelefon van az ő kezében. Tehát próbálnának ők haladni a korral, csak vannak bizonyos dolgok, amik egész egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak. Tehát eltakarja az arcát, csak és kizárólag a szeme látszik ki. Nyilván van olyan is, aki az arcát már nagyon nem takarja el, de a fejét akkor is be kell neki takarnia, és csak és kizárólag úgy léphet az utcára. Ma a dolgozóknak körülbelül csak a 12% a nő. Tehát viszonylag kevesen dolgoznak, és ők is, ha a béreket nézzük, akkor sokkal kevesebb bérért és sokkal kevesebb megbecsülésért dolgoznak, mint a férfiak. Nem nagyon jellemző, hogy szívesen alkalmaznának nőket. Ha alkalmazzák őket, akkor lehet, hogy ugyanolyan területen dolgozik, mint egy férfi társa, de sokkal kevesebb pénzt fog érte kapni. És általában, ha el tudnak helyezkedni, dolgozni, akkor ilyen szalagmunkát tudnak ők végezni. Természetesen ezt is csadorban, mert hogy a főnöke férfi, és akkor ő előtte ugye ilyen ruhában kell lenni. Tehát ilyen nagy üzemekben szoktak ők dolgozni, és ilyen helyeken kapják azt a nagyon kevés pénzt, amit aztán megkapnak ezért, de erre is szükségük van ahhoz, hogy a családjukat el tudják látni. A családjogi helyzet az Egyiptomban nagyon függ attól, hogy ki milyen vallású. Ugyanis tulajdonképpen a vallás határozza meg azt, hogy a házassága, illetve esetlegesen a válása az milyen legyen egy egyiptomi nőnek. Például egy keresztény egyiptomi nő, ő biztos lehet abban, hogy az ő férjének csak és kizárólag ő a felesége. Tehát a keresztény férfi számára nem engedi meg a vallás, hogy több felesége legyen, és az sem, hogy akár a férfi, akár a nő kezdeményezze a válást, csak akkor, ha például olyan dolog jön közbe, hogy hűtlenség vagy vallási áttérés. Tehát akkor kezdeményezheti mind a két fél a válást. Tehát ha például a férfi úgy dönt, hogy innentől kezdve nem keresztény, hanem muszlim vallású lesz, akkor a nő kezdeményezheti azt, hogy elváljon. Na nem így van a muszlim vallásúaknál, ugyanis a muszlim férnek lehet, hát maximum, de lehet neki 4 felesége is, akár egyszerre is. És egy muszlim férfi elválhat akkor, hogyha 3 különböző alkalommal tanúk jelenlétében kimondja azt, hogy elválok tőled. Pusztán ennyi. Ma, holnap, meg holnap után maga mellé vesz 3 férfitársát, és kimondja azt a feleségének, hogy elválok tőled, akkor ennyi volt. Akkor annak a feleségnek mennie kell. Teljesen mindegy, hogy milyen nyomorba kerül, teljesen mindegy, hogy hova megy, de akkor neki mennie kell. Az első feleségnek is van ám joga. Az ő joga az, hogy akkor, amikor a férje új feleséget visz a házhoz, akkor 1 éven belül ő is ott hagyhatja a férjét. De a többi feleség nem. Tehát ők alsóbbrendű feleségnek számítanak, és ők bizony, ha még jön második, harmadik, nem tudom, negyedik feleség, akkor nekik ezt tűrni kell.
Tehát ők egyáltalán nem kezdeményezhetik, hogy ott hagyják a férjüket. Ugye beszéltem a vízről. Ahogyan mondtam, ugye nagyon kevés házban van bevezetve a csatornás víz, és ezért ugye hordják különböző vízlelő helyekről az asszonyok a vizet a fejükön. Ez a hölgy, aki itt le van fényképezve zöld ruhába, kék kendővel a fején, ő egy 68 éves asszony. És ő minden nap többször elmegy oda azért, hogy a családjának vize legyen. És látjuk azt, hogy mellette ott van egy másik asszony egy kisgyerekkel, ő ott mos. Tehát érdekes, hogy az ivóvizet onnan veszi, ahol a másik a ruháját mossa. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hát tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy szennyvizet isznak. És nem csak így piszkítják a vizet, hanem bizony a gyárak is, meg a különböző dolgok is, akik beleeresztik. Tehát nem foglalkoznak azzal, hogy milyen szennyeződést engednek bele a vízbe, és hogy azt van, aki megissza. Tehát sajnos nagyon sokan ilyen körülmények között kell, hogy éljenek Egyiptomban. Egyébként hát sok helyen, főleg ezeken a nyomortanyákon ugye nagyon sok a járvány, sok a betegség, pont ezek miatt, a dolgok miatt. És itt is látjuk, hogy ugye ott vannak a férfiak, vígan élik világukat, semmi a fejükön, a nőknek meg én azt gondolom, hogy nem könnyű kosarak ott a fejükön. Tehát ők ezt gyerekkoruktól kezdve megtanulják, hogy az az ő dolga, hogy cipelje, és nem a férfié. Tehát gondolom a nemzetközi nőnap őrájuk nem annyira érvényes, mint ami ugye itt ránk. Hogy ez az ő dolguk, hogy az ilyen terheket nekik kell cipelni, és ha még három másik gyerek, vagy három gyerek esetleg lóg a hölgynek a karján, a férfi akkor sem fog neki segíteni cipekedni. Tehát az az ő dolga, hogy gondoskodjon ilyen módon a családjáról. A gyermekek. Hát az előbb említettek miatt gyermekeknek a milliói születnek nagyon nagy szegénységbe. És az előbb említettek miatt nagyon sok betegségnek vannak ők kitéve. Rosszul tápláltság, ez sokszor életre szóló betegségeket hoz az ő számukra. Például ugye ebben segít, ahogyan mondtam, a keresztény egyház, hogy a tanítással, illetve az egészségügyel megpróbálja őket kiemelni onnan. És hát néhány családnak el kell küldenie az ő gyerekét dolgozni, nagyon sokszor olyan helyre, ahol az egészségükre káros anyagoknak is ki vannak téve. Például ez egy ilyen hely, itt konkrétan nem gyerekek vannak lefényképezve, de nyugodtan oda képzelhetjük őket is. Tehát ilyen helyeken is dolgoznak ezek a gyerekek, ahol bizony belélegezhetnek olyan dolgokat, vagy érintkezhetnek olyan dolgokkal, amik veszélyesek az ő egészségükre. Ez ellen küzd a kopt keresztény egyház. Még egyszer mondom, összefogással a többi Egyiptomban élő kereszténységgel, egy keresztény felekezettel. Nincs könnyű dolguk. Azért, mert kisebbségben vannak, azért, mert az állam nem nagyon támogatja őket, tehát ugye főleg az iszlám vallásúakat támogatja, de küzdenek. Ebben tudunk mi a saját magunk csekészségével, de segíteni nekik, azzal, hogy az anyagi segítségünket ugye most őnekik juttatjuk el. Hát bízunk benne, hogy lesz változás az ő életükben is, és egy kicsit könnyebb lesz majd az ő helyzetük is. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai napon. És hallgassátok meg Biblia részleteket abból a történetből, amit úgy ismerünk, hogy a Samáriai asszony története. János evangéliumának 4. részéből válogatott versekből olvasok. Jézus elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Itt volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő pedig dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj inom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kész inni, amikor én samáriai vagyok? Hát a zsidók nem érintkeztek a samáriakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk,
és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyeket én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Mikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Kedves testvéreim, az előbb bemutatott egyiptomi képek alapján hallhattuk azt, hogy a víz milyen nagy jelentőségű ebben az országban, de hogyha belegondolunk abba, hogy a víznek milyen jelentősége van akár nálunk is, és hogy sokkal jobban meg kellene becsülnünk, mint ahogy megbecsüljük, akkor megértjük azt, ami ebben a történetben lejátszódik. Ez az asszony olyan helyzetben volt, mint akár egy egyiptomi asszony, ha nem is volt annyira lefátyolozva az arca, és nem is hordott csadort, akkor is lopva ment vízért, a napnak a legforróbb pontján, legforróbb időszakában, mert vizet meríteni kora hajnalban is este jártak az emberek, az asszonyok, és ott éltek tulajdonképpen közösségi életet is a kútnál. De ez az asszony délben ment vizet meríteni, amikor senkivel sem kellett találkoznia, amikor senkivel sem kellett szóba elegyednie. Vajon miért is? Azért, mert ennek az asszonynak szégyelnivalója volt. Ennek az asszonynak olyan élete volt, amellyel nem dicsekedhetett mások előtt. És Jézus meg is mondta neki, illetve kihozta belőle azt a lényeget, hogy milyen élete van ennek az asszonynak valójában. Mi az, ami miatt szégyenkezik? Mert Jézus a történet egyik pontján azt mondja neki, hogy hívd ide a férjedet, és akkor az asszony azt mondja, hogy nincs férjem. Nagyon rövid ez a kis mondat, ez a válasz, de arra céloz, hogy ennek az asszonynak, asszony életének az a fájdalma, hogy nincsen igazi társa, hogy az is, akivel együtt él, törvénytelenségben él együtt, mert nincsenek összeházasodva. A mai világban talán sok minden természetesnek tűnik, főleg nekünk itt Európában, akár a házasság kérdése, akár a vállás kérdése is, és akár például a papír nélküli együttélés kérdése is. Ebben az esetben, amit itt ebből a történetből megtudunk, ez az asszony abban a korban szégyenteljes életet kellett, hogy éljen a helyzete miatt. És ki tudja még, mik voltak azok, amiket Jézus tudott róla, csak éppen nem került sor ennek megbeszélésére. A másik dolog az, hogy egyetlen egy asszonnyal történik meg a csoda a kútnál, és egy egész város tudomást szerez róla, és egy egész város, csúnya szóval élve, profitál abból, amit az az asszony megtud, amilyen hitre jut. A Jézussal való beszélgetése fokozatosan vesz egyre komolyabb és komolyabb fordulatot. Amikor az asszony még nem érti, hogy Jézus mit szeretne, vagy mire akar célozni, akkor Jézus egyre inkább arra felé terelgeti ennek az asszonynak a gondolkodásmódját, hogy valóban Krisztussal tudjon figyelni, és a végére ledől minden akadály. Azért, hogy az Úrra figyeljen ez az asszony. Először csak arról esett szó, hogy ki hogyan cselekszik, és ki gondolkodik helyesen Isten dolgairól. Végül a lényegre terelődik a szó az élő víz adására és elfogadására.
az élő víz. Nagyon sok szó esik a Bibliában a vízről. Éppen azért is, mert akár Egyiptom területének is nagy része, vagy talán egész Afrikának nagy része, és még a világban más helyeken is, nagyon nagy területeket foglal el a sivatag, és egyre inkább nagyobb területeket próbál elrabolni a sivatag az emberi élettől, és a sivatagban egy oázis vagy egy forrás életmentő funkcióval bír. Ahogy mondtam is, a kút volt az a hely, ahol összegyűltek az emberek. Az volt a kulturális életnek a központja. Ha intézni valójuk akadt egymás között, és úgy tartották, hogy magával is, Istennel is a kútnál találkozhatnak. És a samáriaiak forrásánál Jézus meglátott és megszólított egy asszonyt, amely abban az időben megbotránkozásra adott okot. Két dolog miatt is, mert egy nő nem elegyedhetett szóba egy férfival, ráadásul egy olyan népből való férfival, aki ellensége volt a samáriaknak, a zsidósággal való ellentétről van itt szó. Nem Jézus ellenkezik itt a samáriaiakkal, hanem a két nép között volt olyan feszültség, ami nem engedte, hogy ők közel kerüljenek egymáshoz. És az a fontos, hogy az asszony felismerte Jézusban a messiást, és rájött, hogy mi az az élő víz, amitől nem szomjazik meg többet. A víz a sivatagban a túlélést jelenti, egy kút vagy a forrás vize is. Nagyon érdekes, hogy a héber nyelvben a forrás kút megnevezésére használt kifejezés megegyezik a meglátni igével. Ha valaki beletekint a kútnak a vizébe, akkor mint egy tükör látja magát benne, mint egy tükörben, és ez a tükör akár a Biblia megmutatja számunkra, hogy valójában kik is vagyunk. És ebben a tükörben megláthatom saját magam, megláthatom a világot, és megláthatom Krisztust is. És talán így megérthetem, hogy ő az, aki az élő vizet adja. Jézus ma is kínálja ezt az élő vizet számunkra is, akiknek talán teljesen természetes, hogyha megtekerünk itt egy csapot, akkor abból víz folyik, és csak akkor vesszük észre a hiányát, ha éppen a vízművek elzárja a vizet valamilyen csőtörés miatt, és akkor kezdünk el háborogni, hogy miért is nem folyik a csapból víz. Adja meg nekünk az Úristen, hogy mi észrevegyük benne az élő víz forrását, hogy Isten észrevette szomjúságunkat a kútnál. Adja meg nekünk, hogy mi is tudjuk az élővizet továbbadni másoknak. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt a mai napi alkalmat. Köszönjük neked, hogy te az élővizet kínálod nekünk. És megmutatod, hogy miért is kell hálásnak lennünk. Akár a vízért, akár bármilyen más ajándéknak az életünkben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te gondot viselsz rólunk. Amen. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ezekkel az egyiptomi asszonyokkal. Különböző hangokon olyan imádságokat fogunk hallani, amiket ezek az asszonyok fogalmaztak meg az ő helyzetükben. Ha egy-egy imádságnak vége van, akkor együtt mondjuk rá azt, hogy hallgass meg minket, Urunk. Urunk, te azt ígérted, meghallgatod imáinkat. Ezért kérünk bizalommal most, könyörgünk, tégy minket áldott eszközeiddé. Kérünk, valósuljon meg Ézsaiás prófita által tett ígéreted. Tedd áldásá üldöztetés szenvedő keresztény népedet Egyiptomban, s tégy áldásá minden népet szerte a világban. Add, hogy mindennél nagyobb kincsnek tartsuk a föld vízkészletét. Segíts,
hogy felelősséggel bánjunk vele, ne pazaroljuk. Tégy érzékenyé mások gondjai iránt. Ébresz bennünk szolidaritást a világ szegényei iránt. Teremts együttérzést azok iránt, akik valamely természeti katasztrófa sújtotta övezetben élnek, akár Egyiptomban, akár a föld más országaiban. Adj kitartást erőfeszítéseinkben, amikor a nyomorúságon enyhíteni próbálunk. Hallgass meg minket, Urunk! Imádkozzunk a nőkért itt Egyiptomban és szerte a világon. Urunk, Te tudod legjobban, hogy mennyire kiszolgáltatjai ők a gazdasági válságnak. Kérünk, enyhíts lelki szomjúságukat, áldásoddal tedd bővízivé, patakká életüket. Hallgass meg minket, Urunk! Különösen is könyörgünk a társadalom szélére sodródó kisemmizett özvegyekért, Urunk. Segíts, hogy észrevegyük és támogassuk azokat, akik nélkülözést szenvednek. Könyörgünk erőért azok számára, akik nagy ínségükbe bajba sodornák magukat, áruba bocsátanák testüket. Óvd meg őket attól, hogy koldulni kényszerüljenek. Hallgass meg minket, Urunk! Imádkozunk a diákokért, különösen is azokért a lányokért, akik tanulni szeretnének. Kérünk, támogasd azokat a politikusokat, akik azért küzdenek, hogy minden nő számára elérhetővé váljék az iskolai oktatás. Segítsd a lányokat, asszonyokat, hogy megszerzett tudásukkal a társadalom hasznos, építő tagjai lehessenek. Hallgass meg minket, Urunk! Kérünk, ajándékozz meg bennünket olyan hálás szívvel, mely képes az önfeláldozásra és a megbocsátásra. Vegyél el belőlünk minden önzést, hogy általunk élővizednek folyamai ömölhessenek a világba. Hallgass meg minket, Urunk! A mi megváltunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, ez az alkalom nőszövetségi alkalom és gyülekezeti alkalom is egyben. Engedjék meg tehát, hogy hagyj köszöntsük névnapjuk alkalmából azokat a nőszövetségi tagjainkat, akik az elmúlt hónapokban ünnepelték az ő névnapjukat. Felsorolom a névnaposokat, és majd az alkalom végén fogják megkapni azt a kis igéskártyát, amivel a nőszövetség köszönti őket. Tehát Isten éltesse a Piroskákat, Ágneseket, Máriákat, Zsuzsannákat, Juliannákat, Arankákat és Hajnalkákat. És még mielőtt énekelnénk, szeretném felolvasni azt a kis levelet, amit itt az alkalom előtt 5 perccel kaptam Jutka nénitől, Tóth Istvánné Cakó Jutka nénitől, aki úgy volt, hogy jön közénk, de aztán végül nem tudott jönni, de küldött nekünk egy kedves kis levelet. Megpróbálom ezt elolvasni. Szeretettel, tisztelt, kedves nőtestvérek! Az igei idézet alapján, ez az igei idézet, de nekem az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám, 94. Zsoltár 22. verse. Mindennek rendelt ideje van. Igen, most érzem Istenem mondását. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.
mert képes vagyok tollat ragadni és megköszönni nőtestvéreim odaadó szeretetét, amelyet gyógyulásomért imájukba foglaltak. Jó kívánságaikat is megkaptam, szívből köszönöm. Segítettek a nehéz időszakot átvészelni. Imámban én is tiszta hittel őszintén mondok köszönetet Istenünknek és Szent Fiának, Jézus Krisztusnak mindazért, hogy a mozdulatlanságtól a lassú léptekig, a dekubitus fájdalmas enyhüléséig eljutottam. De a teljes gyógyulás még messze van. További imádságos segítséget kérek tőletek gyógyulásom érdekében. Isten gazdag áldását kívánom életetekre szívélyes üdvözlettel, Tótné Cakó Jutka. Én azt gondolom, hogy az az ének, amit most énekelni fogunk a névnaposainknak, Jutka néninek is szól. Ez az az ének, amit mindig éneklünk, szerintem mindannyian ismerjük már fejből, ezért nem is írtam ki. Áldjon meg téged, áldjon az Úr! Áldjon meg téged, áldjon az Úr! Őrizzen téged, őrizzen őt! Orcáját mennyekből fordítsa le rád, atyád! Könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad! Adjon békességet! Tehát Isten éltesse még egyszer ezeket a kedves nőtestvéreinket, akiknek a nevét felsoroltam, és így kérünk Jutka néni életére is gyógyulást, a továbbiakban erősödést és Isten áldását. Én nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött erre az alkalomra, és itt akart lenni velünk ebben a közösségben, és én hiszem azt, hogy ebben a közösségben is tudunk egymásnak adni, és kapni is. Én köszönöm szépen Égerné Tamás Anna Mária nagytiszteletű asszonynak a segítséget, és Gyurasisné Uherkovics Éva nagytiszteletű asszonynak az igehirdetés, illetve szeretném megköszönni az én kedves nőtestvéreimnek az imádság szolgálatát is. És nagyon szeretném megköszönni azoknak is, akik sütöttek süteményt nekünk, erre a szeretett vendégségre, ami az alkalom után vár bennünket. Elénekeljük azt az énekünket, amivel mindig, minden alkalommal bezárjuk a mi nőszövetségi alkalmunkat. De bár úgy kezdődik, hogy áldásoddal megyünk innen el, én nagyon kérek mindenkit, hogy ne menjen el senki, mert szeretném, hogyha a finom meleg teják és a sütemények elfogynának az asztalról, illetve egy kosárkával majd valaki itt meg fog indulni, amibe azokat az adományokat várjuk, ami az egyiptomi keresztény asszonyok megsegítésére megy, és aki, ahogy a szívében elkészítette, és amennyit. Jó, akkor Nórika végigmegy itt az éneklés alatt, és ahogy gondoljuk, amennyit elkészítettünk, annyit tegyünk bele. És akkor nézzük ezt az énekünket. Áldásoddal megyünk innen el. Áldásoddal megyünk innen el. Néked énekelünk, boldog éneked. Maradj mindig velünk, ha útra kerülünk. Őrizd életünk minden nap. Maradj mindig velünk, ha útra kerülünk.
és az Istennek békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor nagyon kellemes időtöltést és szeretett vendégséget kívánok mindenkinek.